1887. május 10-én alakult meg Budapesten az önkéntes mentőegyesület Kressz Géza fővárosi kerület orvos kezdeményezésére. Kicsivel több mint egy éve vagyok itt a Bicskei mentőállomáson. Napi feladataink közé tartozik ugye az életmentés, ugye a telefonhívás követően ugye helyszínre kivonulunk, ott betegellátás történik. Itt a Bicskei mentőállomáson két autó van, van egy mentőgépkocsi, illetve van egy esetkocsi. Az esetkocsin szolgálok, illetve mellettem egy ápoló, illetve egy gépkocsi vezető. Az olyan szituációkhoz, olyan feladatokhoz megyünk, ahol valószínűleg feltétlenül emelt szintű ellátást kell folytatni. Minden helyszínre visszük a monitorunkat, ami egyben defibrillátor is, illetve két táskát, egy AB táskát, egy CT táskát, illetve a szívót. Minden esetben ezeket visszük a helyszínre. Ezután következik esetleg a lélegeztetőgép, hordágy, ami éppen szükséges. Itt van mellettem a LifePak, ez egy LifePak 15-ös, ez a mi monitorunk. Ennek segítségével tudunk vérnyomást mérni, véroxigén szintet mérni, tudunk EKG-t csinálni, ha esetleg olyan, netalánten olyan helyzet van, akkor defibrillálni. Ugye ezt a jól ismerhető már a tévékből ez a lapát, amivel sokkot tudunk leadni. Emellett, hogyha olyan eset van, akkor pacemaker tudunk, pészelni tudunk helyszínen, illetve tudunk kardióverkálni is. Monitornak az egységei közé tartozik, ugye itt látható a vérnyomásmérő, manzsetta. Ezeknek a segítségével tudunk felmonitorizálni a beteget, a szívműködését megvizsgálni, illetve EKG-t végezni. Itt pedig egy pulzoximéter látható. Emellett a gép még képes arra is, hogy testhőmérséket, maghőmérsékletet mérjünk, ugye a téli időszakokban fontosabb ez leginkább. A mentés ugye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat, és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxiológiát, azaz a mentéstant. Látjuk, hogy ott fekszik az emberünk a földön. Először oda megyünk, és még nem érünk hozzá, csak tisztes távolságból hozzászólunk, verbális ingert alkalmazunk. Jó napot kívánok, hogy miben segíthetek, igen, és hogy erre nem reagál, akkor közelebb jövünk, odahajlunk mellé, megrázunk a vállát, jó? És hogyha erre sem mutat semmiféle inger, akkor légzést fogunk vizsgálni, jó? A légzést vizsgálat úgy zajlik, átdöntjük a fejét, ugye itt megnyitjuk a légutakat a szabad levegőáramlás jegyében, és a úgymond hármas érzékeléssel, a hallom, látom, érzemmel megvizsgáljuk a betegnek a keringését és a légzését. Alapvetően 10 másodpercig számoljuk magunkban, ugye a hallom, hogy szuszok fülemmel, a látom azt, hogy emelkedik a mellkasa, van mellkaskitérés, az érzem azt pedig, hogy érezzük azt, hogy fújja a levegőt ide az arcunkra. És ugye, ahogy említettem, ezt 10 másodpercig vizsgáljuk, és hogyha egy vagy annál kevesebb légvételt érzünk, látunk, vagy éppen mellkaskitérést tapasztalunk, akkor őt úgymond halottnak tekintjük, és kíméletlenül meg kell kezdenünk az újraélesztését. És ahogy a állomásvezető bajtás is említette, hogy itt most legyen mindenki, hogy törik a borda vagy nem törik a borda, itt abban az esetben most az a legkevesebb. Jó, és hogyha nem tapasztalunk keringés légzést, akkor 32 arányban elkezdjük a mellkaskompressziót. Ugye 30 mellkaskompresszió és 2 befúvás, természetesen ezt úgymond szennyeződések függvényében ettől úgymond eltekinthetünk, hogyha nagyon váladékkal vagy bármivel szennyezett mondjuk a betegünknek az arca, szája. Jó, itt a lehető leglényegesebb dolog a folyamatos és stabil, szabályos mellkaskompresszió. Jó, és akkor nem tapasztaltunk keringés légzést, és akkor elkezdjük az újraélesztést. Jó? Jó, alapvetőleg a középvonalban összekulcsolt kézzel, egyenes háttal, egyenes kézzel, 100-120 perces frekvenciával szükséges nyomni, 6-8 cm mélyre, és az egyik fontos, hogy mind a benyomás és mind a felengedés legyen teljes. Mert ezzel a manuális mellkaskompressziókkal a szív pumpa funkcióját vagyunk hivatottak átvenni, és az a lényeg, hogy
a testben, szervezetben lévő vér az meg tudjon keringeni, és ezáltal a szívnek egy kis segítséget tudjunk adni. Jó, oké, és várj egy picit. Jó, és ilyenkor ugye mindig szoktak lenni szemlélődők, laikusok, videózunk, mert nagyon muszáj, és ilyenkor valakit meg kell kérni, hogy hívjon mentőt, mondjuk azt, hogy felnőtt férfi újraélesztéséhez, és meg kell kérni valakit, hogy szerezzen defibrillátort. Általában most már azért nagyon sok helyen van kirakva defibrillátor, akár hivatalokban, áruházakban, közterületen, sportközpontokban. És ilyenkor, hogyha elérhető közelségben van egy defibrillátor, akkor azt minél előbb és minél gyorsabban jutassuk a helyszínen, mert az akár az ember életébe is kerülhet. Jó, szóval akkor a... Mondjuk a bajtárs megkér engem, mondjuk ő egy laikus, így talál a földön fekve, elkezdi nyomni a mellkast, megkér valakit, hogy hívjon mentőt, és megkér engem, hogy hozzak defibrillátort. Jó, én oda szaladok a defibrillátorra, a képekkel, mikrogramokkal és szövettel, vírusztárból, mit kell csinálni, mikor kell megnyomni, és hogy ezt a két elektródát, ezt a mellkast melyik felé kell felhasználni. Jó, itt is megvan az a képen, majd hogyha kipróbálják a sodereménynek, akkor meg lehet látni, hogy fel van rajzolva, hogy a két elektródának hol van a helye, jó? Egyébként erre az oldalra. Ezt pedig erre az oldalra. Oké, jó, rendben. Ha bekapcsoljuk a defibrillátort, ez egy alapvetően egy ilyen tanuló defibrillátor, szóval ez eredeti sokkokhoz nem tud leadni, hála a légnek, de lépésről lépésre instruálni fog minket. Maradjon nyugodt és kövesse a hangutasításokat. Írja a 112-t most. Tegye szabaddá a beteg mellkasát. Fogja meg az elektródokat. Védje fel a csomagolást és vegye ki az elektródokat. Vegye le a védőfóriát az egyik elektródról és az ábrának megfelelően helyezze fel. Vegye le a... Egy. Jó. Ne érjen a beteghez. Ilyenkor nem szabad mosolyogni a beteghez. Ilyenkor analizál a defibrillátor. Ne érjen a beteghez. Nyomja meg a piros sok gombot. Ilyenkor, amikor sípolt, meg kell nyomni a piros sok gombot és... Sok leadva. Le van adva a sok és folytatik fel az utat. Kezdje meg az újraélesztés. Helyezze az egyik tenyerét a mellkas közepére, majd a másik tenyerét az előző kezére. Ajöjjön a beteg fölé nyújtott könyökkel és nyomja le a beteg mellkasát gyors ütemben. Frekvenciáját. És ilyenkor a alapvetően defibrillátor 2 percet még analizál. És amikor analizál, akkor hát hogyha elvárunk, akkor nyugodtan lehet cserélni. Most a bajtás, hogy az embernek a végéhez üdvegezni, és azt mondja, hogy elvárunk, szeretne cserélni, akkor megbeszéljük, hogy cseréljünk. Mondjuk azt, hogy visszaszállom a háromtól, és akkor én hátoszom azt a lekaskompressziót, hogy az ugyanúgy folyamatos legyen, jó? Május 10-ét a szolgálat születésnapjának nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Egy nyílt nappal kedveskedett a közönségnek. Hál' Isten jöttek gyermekek, iskolások, óvodások, felnőttek is nagy számban megjelentek. Igazából az a célunk, hogy bemutassuk a mentőállomás működését, hogy hogyan működünk, hogyan élünk, illetve megtanítsuk őket újraéleszteni, ami nagyon fontos, hogy gyakoroljunk és tanítsuk a laikusokat újraéleszteni, hogy merjenek, nagy biztonsággal neki merjenek állni egy újraélesztésnek. Naponta millió feladat vár rátok, de így mégis, ha így 2023-ban számot vettek az elmúlt évről. Mi volt az az esemény, amire azt mondod, hogy na, ezért megérés csinálni. Hisz minden nap ilyen, de mégis valami olyan különleges dolog, amire azt mondod, hogy kivette a részét valóban a mentőnek. Tehát mindig megéri a mentőzést csinálni, én azt mondom, mert óriási élményt, nagyon sok sikerélményünk van, ugye mindenki azt szereti hallani, hogy mik a legnagyobb katasztrófák,
mi nem ebből az irányból közelítjük meg, hanem hogy mik azok a nagy örömök, amiket sikerült, tehát ilyen egy sikeres szüléslevezetés, amikor a mentőautóban születik, tavalyi szép számban voltak gyermekek születtek a mentőautóban, nagyon sok sikeres és eredményes újraélesztésünk volt, ezt azért mondom, hogy eredményes, mert akivel kint utána találkozunk a városban, és mi megismerjük, de ő viszont nem fogja tudni, hogy mi voltunk, akik megmentettük az életét, nekünk ez ad erőt, nem pedig a tragédiák. Én azt gondolom, hogy minden bajtársam ezt gondolja. Hogy álltok most felszerelésügyileg? Felszerelésügyileg szerencsére maximálisan felszerelt mint a mentőállomás, mint a mentőautóink. Hál' Istennek nagyon friss a gépkocsi parkunk is. A felszerelés az ugye országosan egységes. Egy-két dolog van, ami plusz a bicskei mentőautón, amit szerencsére adományba kaptunk. Tehát ilyen például egy vénakereső készülék, amivel, hogyha valaki nehezebben talál vénát, akkor az rásegít nekünk. Tehát vannak ilyen kisebb dolgok, de a mentőszolgálat az egy egységes szervezet az ország minden pontján, ugyanazt tudjuk nyújtani.